Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Na nézzük meg, hogy mivel is foglalkozunk. Tehát, mint említettem, vannak coach képzéseink. Tehát a coach az egy szakma egyébként. Ma a bolygón, hát körülbelül egy olyan 100-valahány ezer ember coachingol. És az, hát az nem mondanám, hogy coachingol, inkább azt mondanám, hogy tanulta ezt a szakmát. Mert hát ennél jóval kevesebb coachingban. De ugye a coachok azok, mivel szakma, ezért ugye milyen jellegű munkát végeznek. Ugye erre szokták mondani, hogy mediátorok, mediálás. Az azt jelenti, hogy leül mondjuk az ügyfelével, mert az ügyfele ugye felkereste, mert van neki valamilyen problémája az életben. Ugye, hát hol tud probléma lenni? Hát ezeken a területeken tud probléma lenni. Tehát mondjuk valahol itt ezeken a terület közül van valami problémája. És akkor felkeres egy coachot, és a coach segít neki ezt a... abban, hogy ezt a problémának megtalálja az okát, és illetve megtalálják az okát, és megtalálják a megoldást is. Tehát, hogy magyarul az illető képes legyen megoldani a saját problémáját. De ugye ez nem egy pszichológusi szakterület, ahol a pszichológus azt csinálja, hogy meghallgatja az illetőt, aztán valami kezelést indítványoz avval kapcsolatban, ami az ő helyzete. Ugye itt a kezelés az nem fizikai, hanem az gyakorlatilag tanács, ami annyit jelent, hogy hát nem is úgy adja a coach a tanácsot, hanem úgy, hogy próbálja rávezetni a problémája valódi okára, mármint az ügyfele problémájának a valódi okára, és a megoldásra is. És hát ugye a coachok óradíjban dolgoznak, és olyan 5000 forinttól olyan mondjuk 1 millió forintig dolgoznak óránként a világban. Tehát mondhatni azt, hogy vannak coachok, akik jó keresnek. Ugye sokat kérdezték már engem, hogy én coachingolok-e. Hát mondom, azt mindig az embereknek, akik kérdezik, hogy csak a tanulókkal csinálok coachingot, aki nem tanuló, azzal nem coachingolok. Miért? Mert én nem azért vagyok. Tehát én nem azért lettem coach, hogy embereket coachingoljak, hanem azért lettem coach. Nézzük meg, miért is. Hanem azért, mert ezen a bolygón aranykornak kell lenni, és nekem már régóta van csapatom, saját szervezésű csapatom van 91 óta, és hát ugye az emberek szervezése terén nem vagyok egy amatőr, sőt mondhatjuk azt, hogy az egyik legprofibb a bolygón, és hát ugye hát nem csak azért, mert hogy az emberek szervezése terén ugye profi vagyok, hanem ezeket a területeket ismerem. Méghozzá mondhatjuk azt, hogy a bolygón az egyik leginkább ismerem, hogy ezek a területek hogy működnek. És ugye ezek között van egy olyan terület, ami kapcsolatos avval a tevékenységgel, amit
amit én végzek, ugye mit végzek, ez a lényege az egésznek, hogy ugye azt szervezem, szervezzük a csapatommal, hogy aranykor lehessen ez a jövőben a bolygón, és ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, ugye kaptam egy felkérést az Istenemtől, hogy vállalnám-e azt, hogy átadjam azt a tudást az emberek számára, ami ahhoz kell, hogy a bolygón aranykor lehessen meghatározott időn belül, és én ezt vállaltam, ezt a dolgot, és hát ehhez ugye kapom tőlük az információkat, hogy mit kell, hogy kell, mint kell csinálni, és hát teszem a dolgomat, tehát nem azért teszem, mert mit tudom én, nincs más dolgom, hiszen az embernek azért van dolga, tehát de ez a legfőbb az életemben, tehát én erre tettem rá az életemet, hogy ezen a bolygón aranykor legyen, és én ezt mindenféleképpen meg akarom csinálni, de én egyedül ezt nem tudom megcsinálni, nekem ez társakra van szükségem, olyan emberekre, akik akarnak tenni ezért az emberiségért, illetve ezért a bolygóért, ami annyit jelent, hogy mit akarnak tenni, hát ugye itt elsődleges, hogy az embereket jobbá kell tenni, de anélkül nem lehet jobbá tenni, hogy ők ne akarnák, de azt is mondanám, hogy ugye ennek az a feltétele, hogy ők akarják, hogy jobbá váljanak, hogy tudják, hogy az jobb, mint nem jónak lenni. Tehát az a baj, hogy az emberek nem tudják azt, hogy jónak lenni jobb, mint nem jónak lenni. Mert egy olyan társadalomban élünk, ahol az embereket olyanra tanítják a bizonyos tanítók, hogy mit tudom én, törtessél, akkor mások rovására érje a karriert, stb. Stb. A legfontosabb a pénz, vagy a legfontosabb az anyag, mert ha pénzed van, akkor hatalmad van. Szóval olyan tanítások vannak itt a világban, ami teljesen arra indítja az embereket, hogy hát nem etikusan többre lehet vinni, mint etikusan. És ezáltal ugye az emberek azt gondolják, hogy hát hogyha lopok, csalok, hazudok, akkor többre viszem, mint hogyha tisztességes, becsületes vagyok, etikus vagyok. Na most, de az a helyzet, hogy a tisztességet, a becsületet, az etikát, hogy ahhoz milyen fajta alapelvek társulnak, amit az égiek alakítottak ki, hát ehhez az embereknek fogalmuk nincs. Tehát nem tudják. Tehát nem tudják azt, hogy ezek az alapelvek nem csak abból állnak, hogy az ember ne tegyen olyat, ami úgy látszólag nem etikus, vagyis mondjuk nem szeretné, ha vele megtenni, hanem ami ma a legnagyobb probléma a bolygón, hát azt az ember megtegye. Mi a legnagyobb probléma a bolygón? A mulasztás. Hogy az emberek gyakorlatilag nem tesznek semmi olyat, amivel mondjuk nem csak a saját maguk vagy családjuk jobbulását idéznék elő, hanem mások jobbulását is. És akkor ugye lehet, hogy most te azt gondolod, hogy hát dehogy nem, hát
Én másokért is teszek. De most gondold végig, hogy életedben hány ember javát szolgáltad már? Mert ez a kulcskérdés. Ez a kulcskérdés, és nem más. Tehát az a lényeg, hogy mekkora ez a mennyiség, embermennyiség. Mert az egy természetes dolog, hogy a családod javát szolgál. Még az is természetes, hogy mit tudom, barátaid. Vagy esetleg még mit tudom, valami olyan tevékenységed van, amivel egyesek javát szolgál. Na most azért úgy megkérdezném, hogy azok az egyesek, az a bolygón hány százalék? És itt most a legtöbb embernek a bolygón, főleg itt a nyugati társadalomban, minden lehetősége, sőt, mondhatjuk azt, hogy akár képessége is meg lenne ahhoz, hogy minél több ember javát akarják és tegyék, szolgálják. És akkor ehhez képest az emberek nem tesznek semmit. Sőt, hagyják, hogy a rossz eluralkodjon a Földön. És a rossz a tudatlanság révén tud eluralkodni a Földön. Tehát egy bolygón nem forradalmokra van szükség, nem lázadásokra, van szükség. Hát ha megnézed a bolygón, az ilyen lázadások, lázongások, forradalmaknak mi lett a következménye? Hát az, hogy ezrek, tízezrek, százezrek, akár milliók meghaltak. Az lett a következménye. Tehát igazából, ha jobban megnézed, az ilyen lázongások, forradalmaknak a következménye több negatív hatást mutat, mint pozitív hatást. Azért, mert nem lázongani kellene, nem forradalmat kellene csinálni. Tehát nem erőszakosnak kellene az embernek lenni, nem erőszakkal kellene változást létrehozni, hanem a változást a tudat fejlődése eredményezi, és nem más. Az azt jelenti, hogy az egyének tudatának a fejlődése a kulcs a változáshoz. Ugyanis ha az egyének fejlődnének, akkor átlátnák a körülöttük élő világot, átlátnák az emberek működését, átlátnák saját maguk működését is, és ezáltal egész másként tudnának működni a mindennapok. Ha egy ember átlátná azt, hogy olyan életet kell élni, aminek a következménye, a cselekvéseknek a következménye pozitív történés, etikus pozitív történés, akkor ez a világ nem itt tartana, ahol tart jelenleg, hanem már ugyanúgy, mint egy párhuzamos bolygón, itt egy másik univerzumban, ahol már lefolyt a kísérlet és befejeződött az emberiséggel a kísérlet, ugyanúgy, mint ott, már itt is aranykor lenne. De úgy néz ki, hogy az emberek még nem jöttek rá arra kellő mennyiségben, hogy az emberiség fejlődése az nem egy technikai fejlődés, hanem az ember tudati fejlődése. Tehát, hogy egyre tudatosabb, tudatosabb és tudatosabb, annak ellenére,
hogy ott munkál az emberben az ösztön. És minden emberben, vagy csak nem, majdnem minden emberben ott munkál az ösztön. Ami annyit jelent, hogy ha az ember nem elég tudatos, akkor az ösztönei felülkerekednek. És sajnos az emberi ösztön olyan, hogyha a tudat fölé kerekedik az ösztön, akkor az ember hajlamos arra, hogy a saját javáért, vagy a családja javáért másokat elnyomjon. Mert azt gondolja, hogy ha más boldogul, akkor neki kevesebb lesz. Főleg elindultunk egy olyan világ felé, ahol ugye eddig fogyasztói társadalom volt, és dugóig volt minden fogyasztói termékkel, és akkor most elkezdjük látni azt, hogy elkezdenek elfogyni a fogyasztói termékek. Tehát biztos észrevetted, hogy csökkent a mennyiség, és csökkent a választék. És ha azt gondolod, hogy ennek még itt, már itt van a vége, és már ez nem fog tovább fokozódni, akkor óriási tévedésben vagy. Ami azt jelenti, hogy egyre inkább azt fogják látni az emberek, hogy kevesebb a termék, és kisebb a választék. És gondold végig, ilyenkor még inkább eluralkodik majd az emberekben az a gondolat, hogy felhalmozni, hiszen nehezebb idők jönnek. Emlékezzetek arra, amikor a Covidot beindították, akkor hirtelen elfogytak a tisztítószerek, meg elfogyott a liszt, meg ilyenek. Emlékeztek? Mert azt gondolják az emberek, hogy hát neki legyen, a többi le van szóva. Tudod? Tehát attól azért nem kell félni, hogy a szükségletedhez nem lesz elég termék. Attól nem kell félni. De az embereknek ez itt a fogyasztói társadalomban, akik megszokták a fogyasztói társadalmat, főleg a nyugatiak, akik már fogyasztói társadalomban élnek mondjuk 20-as évektől, mi csak ugye a 90-es évektől, most gondold végig, milyen csapás lesz részükről, vagy részükre, hogy nem vásárolhatnak azt, amit akarnak. És nem vásárolhatnak annyit, amennyit akarnak. Simán elképzelhető, hogy akár valahol, valamilyen termékre vonatkozóan, mármint ugye az országokban úgy értve, beleértve hazánkat is, hogy elkezdenek jegyrendszert kialakítani. Hát én még nem éltem meg jegyrendszert. Tehát itt ugye ebben a nyugati társadalmi formában, mondjuk itt Európában, nem sok ember ért meg jegyrendszert. Pedig itt kopogtat az ajtón. És tudod miért? Pont azért, mert az emberek egy olyan gondolkodással rendelkeznek, hogy csak én meg a családom a fontos, és inkább vennék belőle tízszer annyit, mint amire szükségem van, csak nehogy más is vegyen olyan dolgot. Érted? És abban nem törődik, hogy más meg ezáltal esetleg nem jut hozzá ahhoz a termékhez.
Remélem azok, akik ilyen nagy mennyiségben vettek mondjuk lisztet, azoknak beleköltözött a zsizsik. Remélem. Már megérdemli az ilyen ember. Tehát itt nem az a probléma, hogy nem lesz annyi termék bármiből, ami a szükséglet. Hanem az a probléma, hogy az emberek olyan ösztönösek, hogy annyira nem tudatosak, hogy egyszerűen nem látják át a dolgokat, és ezáltal elkezdenek totál feleslegesen felhalmozni. És ha áruhiány lesz, nem azért lesz áruhiány, mert nem tudnak hozni elég terméket, hanem azért, mert az emberek feleslegesen felhalmoznak. Világos ez? Tehát van egy szükséglete az embernek, egy olyan világban élünk, ahol ez a szükséglet kérdés elindul, most indul el, és meg fogja valamilyen szinte határozni az emberek életét. Ez a szükséglet azt jelenti, hogyha többet akarsz, mint a szükségleted, akkor bajba leszel. És baromi rosszul fogod érezni magadat. Tehát azok az emberek, akik most a szükségleten felül költöttek, és ebben élvezkedtek, hogy ők megtehetik azt, hogy a szükségletükön felül költenek. Ez volt nekik a sikerélmény, hogy ők a szükségletükön felül tudnak költeni. Azok az emberek nagyon pórú fognak járni, és baromi rosszul fogják magukat érezni, mert ezt nem fogják tudni megtenni. Oké? Most azok az emberek viszont, akik tudatosak, és azt mondják, hogy nekem ennyi a szükségletem, ennyit költök. És afölött nem akarok költeni. Nem akarok költeni. Azoknak különösebb problémájuk nem lesz. Tehát most mondok példát, nehogy már valaki nekem azt mondja, hogy télen az a szükséglet, hogy egy lakásban 28 fok legyen. És egy szál pólóba járkáljanak az emberek a lakásba. Nehogy már ez legyen a szükséglet. Jó, ez csak egy példa. Tehát ők rá fognak kényszerülni valószínűleg arra, hogy a szükségleteiket lejjebb vegyék. Nekem ez nem lesz probléma, mert mi sose voltunk télen egy pólóba. Nekünk 20-22 fok sose volt, nál több sose volt a lakásban. Nem azért, mert nem tehettük volna meg, hogy legyen, hanem azt mondtuk, hogy miért tegyük meg. Érted? És ez nem csak a fűtésre, hanem mindenre igaz. Tehát én emlékszek olyanra, hogy úgy éltek egy lakásban, egy panellakásban az egyik rokon házas pár, hogy nyáron mindig, vagyis télen akarom mondani, télen mindig egy trikó, meg egy rövid nadrág, nyitott ablak. Érted? Mekkora pazarlás az? Mekkora pazarlás? Tehát hála Istennek, hogy kezdődik az az időszak, ahol a pazarlók elkezdenek pórul járni. Hála Istennek. Na most, útkor láttam egy képet. Fekete-fehér kép volt még, a 60-as évekből.
és egy strandról, strand volt, de nem a medence rész, hanem a strandon rengetegen voltak, és akkor azt írta a kép alá valaki, hogy keres egy kövér embert is. És ott volt a képen, hát gyakorlatilag ha összeszámoltad volna, jóval több mint 100 ember, érted? És egy duci se volt köztük. De én visszaemlékszem a 60-as évekre, hála Istennek, mert olyan gyerekkorom volt, amit élveztem, ezért tök jó visszaemlékszem a 60-as évekre. Nem ijesztem. Oké? De nem volt duci ember. Na most nekem ne mondja senki azt, hogy a zabálás az szükséglet. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy hát bizony eljön az az időszak, az emberek jó része kevesebbet fog enni. Mert vagy azért, mert nem fog kapni annyit, amennyit megenne, vagy azért, mert nem lesz pénzre rá. Érted? Na most gondold végig, szerinted az embernek az lenne a fejlődésének a következő szakasza, hogy pazaroljon. Hogy minél többet feléljen. Ugye ezt nem mondod komolyan, hogy ez lenne a következő szakasza. Hát szerinted a pazarlás az egy tudatos emberi cselekvés? Egyáltalán nem az, nem? Hála Istennek, mit tudom én, télen föl lehet venni pulóvert is. Tehát mi jártunk Máltán. Nem tudom, hogy most is úgy van, de ez a 90-es évek Máltájáról beszélek, mert akkor voltunk, 90-es években. És ott ugye nincs fagy. Tehát nincs fagy. Tehát télen is egy ilyen tizen valahány fokok vannak. És ott nem fűtenek. Lehet, hogy már fűtenek, nem tudom. Egy olyan lakást sem láttunk, ahogy fűtötték volna. De lehetett kapni olyan vastag pulóvereket. Érted? Mi ősszel voltunk Máltán, októberben. És akkor már lehetett kapni vastag pulóvereket. És akkor elmondták, hogy a máltaik azok spórolnak. A 90-es években még nem engedték be Máltára a multikat. Akkor az még nem EU-s ország volt. Valószínű azóta már az EU miatt be kell engedniük, de akkor még nem EU-s ország volt. És nem engedték be a multikat. Egyetlen egy áruház lánc sem volt. Érted? És azt is elmondták, mert ugye voltunk ilyen kiránduláson, ilyen buszos kiránduláson, ilyen magyar nyelvű idegenvezetéssel, és ott az idegenvezető elmondta, hogy nagyon sok megtakarításuk van a máltaiaknak. Pont ezért. És rengeteg kis vállalkozás van Málta. Pont ezért, mert nem engedték be a láncokat. Oké? De biztos, hogy bár nem ez a helyzet, mert hát EU-s lett. És ez nem EU-konform, hanem az EU-konformnak az a lényege, hogy tarolják le a multik az országot, és tegyék tönkre az összes
otthoni vállalkozást, országbeli vállalkozást. Magyarországon is ez így volt, ha megnézed. Szóval a lényeg az, hogy nem tudom, hogy azóta mi van Máltán, mert azóta már több mint 20 év eltelt, lassú 25, és de az ott nagyon szimpatikus volt, ugye az az egész működésük. Tehát itt vannak emberek, akiket szó szerint emberek tömegét megbolondított ez a fogyasztói társadalom. És az a baj, hogy az emberek nagy része, még a gazdagok nagy része is hitelből vásárolt. Érted? És ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ez a fajta életszínvonal, ami most, amit elértek 2019 évvégéig a társadalmak itt Európában, meg Észak-Amerikában, az nagy mértékben hitelből lett finanszírozva. És ez a világ kezdi a végét járni. Ami azt jelenti, hogy ezt így már nem lehet fenntartani. Tehát nem lehet végtelenségig finanszírozni emberek jólétét hitelből. Oké? Tehát egy olyan világban érkeztünk, ahol egyetlen megoldás van, az pedig a tudatosodás. Tehát akik ösztönből fogják tovább élni az életüket úgy, mint eddig, azok baromira boldogtalanok lesznek. Ami nem baj, mert azt mondom, hogy megérdemlik. Megérdemlik. Mert van egy érdekes dolog ezzel kapcsolatban. Van két végtermék. Az egyik az az anyag, mint végtermék. Az azt jelenti, hogy kitűzöl egy célt, és az eléred az anyagot, mint végterméket. Ami azt jelenti, mert azt tűzted ki végtermékként, azt a dolgot, azt az anyagot. És ezt csinálták eddig az emberek. Hogy a céljuk tárgya az egy anyagi végtermék volt. És ha megszerezték azt az anyagi végterméket, azt az anyagot, akkor amikor megszerezték, akkor boldogok voltak. De ez is ugye kettős, mert régen úgy érték el az emberek, hogy baromi mód megdolgoztak érte, hogy legyen egy anyagi végtermékük, igaz? És ezáltal, mivel baromira megdolgoztak, ezért értékelték a végterméket. Tehát még egyszer, mivel baromira megdolgoztak érte, tehát nem hitelből érték el, hanem megdolgoztak a végtermékért, ezért mikor megszerezték azt az anyagi végterméket, nagyon értékelték, és nagyon örültek neki, hogy végre megkapták azt a végterméket, amit célként kitűztek. És ez általában a végtermék elérése és a cél kitűzése közt évek vagy akár évtizedek teltek el. Világos vagyok? Majd bejött az a világ,
hogy ne dolgozz meg keményen a célodért, hanem vegyél föl hitelt, és azonnal elérheted a célodat. Ami azt jelenti, hogy az emberek nem dolgoztak meg a végtermékért, a célért, hanem majd utólag dolgoznak a végtermékért, a célért, de gondold végig, valamiért utólag dolgozni, hát nagyon rossz, enyhén szólva. Tehát egy célért dolgozni, az jó. De valami, ami már megvan, azért utólag dolgozni, az nagyon rossz. Ami azt jelenti, hogy gondold végig, nem dolgozott meg érte, fölvett hitelt, megkapta a végterméket, mint anyagot. Ami azt jelenti, hogy mivel nem dolgozott még érte, nem is értékelte. Úgy, mint az, aki megdolgozott érte. Világos ez? A kettő közt óriási különbség van, de azok nem tudják, akik soha nem dolgoztak meg semmiért, csak mindenért utólag. Mert nem tudják, mi különbség van a kettő közt. Csak azok tudják, hogy mi különbség van a kettő közt, akik ki tudták próbálni ezt is, meg azt is. Mi sokkal több olyan dologért dolgoztunk meg, amiért később kaptuk meg a jutalmat, és nem azonnal. Oké? És lényeg az, hogy a jelenlegi társadalom aktív része, illetve aktív részének a nagyobbik fele, az már egy olyan világba nőtt föl, ahol nem kellett megdolgozni a célért, hanem hozzájuthattak a célhoz úgy, hogy utólag törlesztették a célnak a tárgyát. Most lesz egy olyan világ, ahol azért adnak hitelt, még egyszer mondom, azért fognak adni hitelt, mert már meg ezt elkezdték már, hogy ki sem mizzenek. Érted? Ami azt jelenti, hogy szegényebb legyél, mint a templom egere. Ugyanis, ha neked van egy tárgyad, amit hitelre vettél, és az nem a te tulajdonodban van ezáltal, mert addig, míg nem fizetted ki, addig nem a te tulajdonod, addig az azt jelenti, hogy azzal a dologgal, ami még nem a tied, mert nem fizetted ki, manipulálhatnak. Hogy manipulálnak? Nagyon egyszerű. Mert nehogy ott hagyjam a munkahelyem, mert akkor mi lesz, hogy nem tudom fizetni a hiteleimet. Nehogy ez történjen, nehogy az történjen, mert akkor hogy fogom fizetni a hitelemet? Ha ez nem manipulálás, akkor mi a rosszabb? Ez azt jelenti, hogy te nem tudtad, hogy ezzel manipulálnak. Most már tudod? Ha neked nincs hiteled, akkor szabad vagy. Azt csinálsz, amit akarsz. Fogod, elköltöző, odébb állsz, bármit csinálhatsz, érted? Mert szabad vagy. Főleg,
ha tartalékkal is rendelkezel. Érted? De ha ez nincs, akkor rab vagy. Egy rabszolga. Érted? Én ismerek olyan embereket, akik kötve vannak egy országhoz. Tudod miért? Mert onnan kapják a nyugdíjat. Ezt tudod, mit jelent? Az is rabszolgasors. Miért? És mi van akkor, ha azt mondják abban az országban, hogy hónaptól mindenkit beoltunk és becsippelünk? De akkor is ott fogsz lakni? Mert ott onnan kapsz nyugdíjat? Én úgy elhúznék onnan, mint a vadliba. Most akkor gondolkozz már, hogy mennyire vagy kiszolgáltatott, vagy mennyire nem. Egy alapvető dolog, hogy az ember szabad legyen. Ha a szabadságodat feláldozod a biztonságodért, akkor azt csinálnak veled, amit akarnak a hatalom. Oké? Tehát a legfontosabb az embernek nem a biztonság, ugyanis a biztonság az nem kívülről fakad. A biztonság, azt tudod micsoda? Az egy hit kérdés. Tehát ha te biztonságban hiszed magadat, biztonságban vagy. Ha nem hiszed magad biztonságban, körülkerítheted magadat mindenféle fallal, körülvehetnek testőrök, ha nem hiszed magad biztonságban, nem leszel biztonságban. Soha. Tehát a biztonság az egy gondolkodás kérdés. Ha te ösztönös vagy, hagyod, hogy az ösztöneid uralkodjanak feletted, a tudatod felett, akkor az ösztönünknek van egy nagyon fontos tulajdonsága, és ez minden ösztönös embernél mutatkozik, az, hogy félelmei vannak. Akinek félelmei vannak, az nincs biztonságban. Oké? Miért? Nagyon egyszerű. Mert fél. Egy félelemben lévő ember, az nem érzi magát biztonságban. Tehát itt van, hogy érzi. Mikor érzi az ember magát biztonságban? Ha nincs mitől félnie. Oké? Világos ez? És egy olyan világban élünk, hogy igazából nincs mitől félned. Tudod miért? Mert ez a bolygó elég nagy ahhoz, hogy találj olyan helyet, ahol a biztonság érzetedet kiteljesítheted. Érted? Ezen a bolygón voltak olyan országok, ahol nem kellett Covid-tól tartani. Érted? Nem volt kötelező a maszk. Nem volt ilyen kötelezés, olyan kötelezés, amolyan kötelezés. Érted? És lesznek is ilyen államok, országok. Világos ez?
De ha az ember elérte azt, hogy feladja a szabadságát, hogy adja föl az ember a szabadságát? Nagyon egyszerű. Két feltétel kell ahhoz, hogy feladd a szabadságot. Egy, adósodj el. Oké? Egyik. Másik, ne legyen tartalékod. Ugye, ha megnézed, nem erről szól az összes reklám, hogy adósodj el, és vásárolj állandóan. Tehát magyarul ne legyen tartalékod, mert vásárold el az összes pénzedet. Nem erről szól véletlenül az összes reklám. Miért csinálják ezt? Hogy feladd a szabadságodat. Érted? Pedig az egy emberi létjogosultság, hogy az ember az szabad lénynek született. Persze feladhatod a szabadságodat, de az már a saját döntésed. Tudod, miért születtél szabad lénynek? Mert van lelked, és az pedig isteni eredetű. És minden isteni lény szabad. Oké? Mit jelent az, hogy isteni lény? Én az értelemmel rendelkező lényekről beszélek. Nem az értelemmel nem rendelkező lények. Tehát megnézed, bármelyik vadállatot rá tudják venni arra, hogy rabságba nevelkedjen fel. Érted? És utána rabként működjön. Nyilván, ha már az állat már felnőtt, akkor nem biztos, hogy el tudják érni, hogy rabságba éljen. De ha rabságba születik, és rabságban nevelik fel, akkor simán elfogadja. Oké? Ezt tudod, mit jelent? Hogy mintha az emberekkel is pont ezt csinálnák, nem? Elkezdik a rabságba felnevelni őket. És a szülők még ezt támogatják is. Tudod, hogy? Hogy gyerekként te nem utálhattad se az óvodát, se az iskolát. Én hála Istennek még ezeket utálhattam. Ezáltal, hogy utáltam ezeket, nem szerettem meg. Tehát nem szerettem meg a ragigába hajtás két eszközét. Érted? Ezáltal az én szabadság vágyam az megmaradt. Érted? Én nekem meglepő az, amikor megkérdezem a társaságtól, hogy ki szeretett óvodába járni, vagy iskolába, és fölteszik emberek a kezüket. Nekem az fura. Azt tudod, mit jelent? Az azt jelenti, hogy te olyan rabszolga vagy, mint a húzat. Én szó szerint utáltam ezeket. Mind a kettőt. Az óvodát is, és mind a kettő ellen lázadtam. Ami olyan túl hasznos nem volt. Az imént erről beszéltem, de hát akkor ki tudta. Na most ezáltal, ugye, hogy lázadtam az óvoda ellen, mi történt? Külön voltam fektetve a többitől. Az iskolában mi történt, hogy lázadtam? Már nem volt több hely az intőknek, az ellenőrzőbe. Érted?
És gondold végig, ha a szülők, ha a szüleid nagyon ellenezték te neked az óvodai vagy iskolai lázadásaidat, mert ugye én felneveltem két gyereket a feleségemmel, és én ezt láttam, hogy hogy lázadott mind a két gyerek, amikor beirattuk az óvodába. És ha neked volt már gyereked, akit óvodába irattál, és úgy, hogy nem volt előtte bölcsödés, azért ezt hozzáfűzném, hanem az édesanyjával volt az a gyerek, akkor mit csinált, mikor beirattad az óvodába? Elkezdett betegeskedni, hogy ne kelljen neki óvodába menni. Érted? Azért. Így lázadt az óvoda ellen. Mi ezt úgy oldottuk meg, hogy délbe hazavittük kaja után, ebéd után hazavittük a gyereket az óvodába. Érted? Hogy minél kevesebb időt töltsem el az óvodába. Így oldottuk meg. És minél később vittük be az óvodába. Érted? Tehát gyakorlatilag pár órát töltött az óvodába. És onnantól kezdve nem lázadt egyik gyerek se az óvodával szemben. Érted? Mert pár órát ki lehetett bírni. De én nekem annak idején ott kellett aludni az óvodába. Tudod, hogy utáltam? Visszaemlékszem, hogy az egész óvodai időtartamom alatt egyetlen egyszer aludtam. Egyszer. És azért fektettek külön, mert nem hagytam a többéket aludni. Szóval a lényeg az, hogy alig vártam, hogy ez a délutáni unalom, amit alvásnak hívtak, ez véget érjen. Aztán hamar rájöttem, hogy az iskola az legalább akkora rabszolgatartó társadalom, mint az óvoda volt. Pitty-putty rájöttem arra is. Szóval az emberek szabadságát most úgy törik le, hogy a gyerekeket, sőt már van, aki bölcsödébe iratja, érted? A hülye eszével. Mert erre csak azt tudom mondani. Tönkre teszi a saját gyerekének a szabadságvágyát. Persze, ha azt szeretnéd, hogy jó rabszolga legyen a gyerekedből, akkor ez kiváló lehetőség, semmi gond nincs ezzel. Tehát egy gyereknek nem 3 éves korig kellene a szülőkkel együtt lennie, hanem 7 éves korig kellene a gyereknek együtt lennie a szüleivel. Világos? 7 éves korig. És az ideális az lenne, amit én megéltem, hogy én hála Istennek a nagyszüleimmel is tudtam lenni. Sokat. Érted? És tudod, mi jó a nagyszülőkbe? Az, hogy ők feltétel nélkül szeretik az unokát. Érted? Mert általában a nagyszülők dolga nem a gyereknek a nevelése, hanem a szeretete. Érted? De ez nem azt jelenti, hogy megadnak a gyereknek, unokának mindent, amit óhajt az unoka. Nem. Hanem tudod, mit adnak? Szeretetet. Tehát a szülővel az a baj, hogy a szülőnek van dolga, és ezáltal nem tudja annyit szeretni a gyereket, mint amennyire a gyereknek szüksége van. De egy nagyszülő azt meg tudja tenni akkor, ha az már nyugdíjas.
És nagyon érdekes, mert képzeljétek el, hogy az én családom az úgy működött, hogy amikor én megszülettem, előtte pár hónappal nagymamám nyugdíjba vonult. Amikor a Gergő fiam, a nagyobbik megszületett, előtte az anyósom is, meg az anyám is elment nyugdíjba. Oké? Ami azt jelenti, hogy tudtak foglalkozni az unokával. Érted? Ami azt jelenti, hogy tudták szeretni az unokát. Érted? És ugye az édesanyám az ott volt közel egy kilométerre. Anyósom az távolabb volt, mert az 50 kilométerre volt. Ott rendszeresen hétvégeken ott voltunk. És nekünk nem volt gond az, hogy a nagyszülőknél ott hagyjuk a gyereket. Érted? Ha nekünk dolgunk volt. Ami azt jelenti, hogy nem rögzítettük magunkhoz a gyerekeinket. Úgy, mint ahogy szokták mondani, hogy belebújik az anyja valagába. Érted? Na, a mi gyerekeink, hála Istennek, nem ilyenek voltak, érted? És tudtunk olyat csinálni, hogy mivel én 91-től üzleti tevékenységet elkezdtem végezni, hogy el tudtunk menni a nejemmel, érted? Ketten. Úgy, hogy a nagyszülőkre rá lehetett bízni, mert nem bújt bele a fenekünkbe, érted, a gyerek. Mert sokat voltak a gyerekek kezdettől fogva a nagyszülőkkel és a nagyszülők közelségében, érted? És most egy olyan világban élünk, ahol a gyerekeket úgy kötik magukat a szülők, vagy egyáltalán nem kötik magukhoz, ami azt jelenti, hogy beíratják bölcsödébe. Tehát ilyen két véglet van, hogy vagy otthon van az anyuka és úgy köti magát a gyerekhez, hogy a gyerektől mozdulni nem bír, vagy mit tudom, pár hónapos korában már megy bölcsödébe a gyerek. Azt szinte alig ismeri az anyját. Nem a kettő közt kellene a normalitásnak lenni. Tehát én csak ezt most azért mondtam, hogy gondoljátok végig, hogy mi az, ami kialakítja az emberekben a félelmeket. Az a kezdeti időszak, hogy fél ennek, annak, amannak az elvesztésétől. Érted? Például ugye nem tud elmenni az anyjától, nem lehet ott hagyni senkinél, mert fél attól, hogy az anyja nem jön vissza. Érted? Mert ha nem félne, akkor ott lehetne hagyni. Érted? És akkor szépen az ostoba családok kialakítják a jövő rabszolgatartó társadalmát. És asszisztálnak ahhoz, amit a hatalom akar. Azért, mert ostobák, érted? Szó szerint a szülők ostobák. Mert fogalmuk nincs, hogy az ember hogy működik, az élet hogy működik, egy embernek hogy kellene felnőnie, és utána felnőttként megállni a helyét, fogalmuk nincs. És nehogy már valaki azt mondja, hogy nincs választási lehetősége az embernek abban, hogy tanuljon vagy ne tanuljon, fejlődjön vagy ne fejlődjön. Igenis van. De valaki ostoba akar maradni, akkor ne csodálkozzon, hogy az életében nem lesz boldog. Oké? Minél ostobábbak az emberek, annál több hibát követnek el a világban. És ugye volt egy régi mondás,
hogy boldogok a lelki szegények. Aha, addig volt ez így, míg a világban nem volt ennyi probléma, mint most van. Értitek? Most egy olyan világot élünk, hogyha az ember nem tudja kezelni az élethelyzeteit, hát akkor megnézheti magát. Ha ostoba, ha nem, akkor is. Ha lelki szegény, ha nem, akkor is. Érted? Tehát én ismerek olyan embert, aki eléggé lelki szegény. Sajnos. És nem boldog. Nem boldog. Érted? Tehát már egy olyan világban élünk, ahol a lelki szegénység nem hozza meg a boldogulást. Csak a tudatosság hozza meg a boldogulást. És akkor lehet körülnézni itt a világban, hol vannak olyan helyek, ahol ezekben mind kapsz tudást. Mindben van egy hely. Ezt úgy hívják, hogy a PPH nyílt akadémiája. Ezt úgy hívják. Oké? És ez azért van, hogy itt aranykor lehessen. Olyan tudást nyújtunk, hogy képessé válja arra, hogy bekerülhess az aranykorba. Ha nem fogsz bekerülni az aranykorba, akkor nem éled meg az aranykort. Ilyen egyszerű. És ez nem fenyegetés, ebben nincs semmi fenyegetés, ez jövendőlés, tudod? Ennyi. Tehát az aranykorba csak azok kerülhetnek be, akik arra a szintre fejlődnek, hogy képessé válnak szeretetben, békében és boldogságban együtt működve élni. Hát ehhez viszont sokat kell tanulni az embereknek. Ezt én látom, megtapasztaltam, hogy ez így van. Tehát, hogyha az embereknek nem sokat kellene tanulni ahhoz, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban együttműködni, akkor nagyon sokan ezt már megcsinálták volna. De ez egy komoly tanulási feladat. Ugyanis az aranykor erről szólna, hogy az emberek szeretetben, békében és boldogságban együttműködnek. És inkább, ha körülnézel a világban, nem a szeretet, béke és boldogságot látod, hanem az önzést. Nem? Úgyhogy a döntés a tiéd, vagy jössz közén tanulni, vagy szenvedsz egyre többet, ahogy telnek a hónapok, évek. Jó? Ha nem hiszed, hogy ez így lesz, semmi gond, majd megtapasztalod. Oké? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, fél óra szünet, sziasztok!